Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter a kanadai Halifaxban megtartott nemzetközi biztonsági fórumon elmondta. Oroszország Ukrajna elleni inváziója nem csak Európa számára jelent fenyegetettséget, egyben kihívás a NATO szövetségesek számára is. Az agresszorországnak azonban nem fog sikerülni bevonni a nato a háborúba. Az amerikai védelmi tárca vezetője egyben kiemelte, hogy a NATO egy védelmi szövetség, ezért nem fenyegetettség fenyegeti Oroszországot, és nem keres vele konfrontációt. Ne vonjanak le téves következtetéseket, nem fognak minket bevonni Putyin háborújába. Kiállunk Ukrajna mellett. Ugyanakkor a NATO területének minden centiméterét meg fogjuk védeni, fogalmazott az amerikai védelmi tárca vezetője. Lloyd Austin hozzátette, hogy Oroszország és Kína is egy olyan világ felé törekszik, ahol az erő a jog, ahol a vitákat Erőszakkal oldják meg, kiemelte, hogy az Orosz Föderáció Ukrajna elleni háborúja az atomfegyverek elterjedésének veszélyes spirálját idézheti elő. Putyin autokrata társai arra a következtetésre juthatnak, hogy az atomfegyver megszerzésével vadászengedét kapnak, mutatott rá Lloyd Austin, egyben hozzátette, hogy véleménye szerint ez nem fog megtörténni.